Na szavaztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a rövid kis videóban folytatjuk a karnibálos játéktelét. ugye ezeket heti feladatban lehet megszerezni, összesen négy darabot, ugye a, a brazil talicskát már átvettük, a következő az a francia, azt hogy 8 online szingli meccsen, amit meg is nyertek, lőjetek gólt silver francia játékossal, és ugye nem lehet a csapatban arany játékos, hogyha mondjuk csinálgattátok azt a talicskát, akkor be lehetett egyébként hozni oda francia játékosokat, mondjuk két francia csatárt, vagy két francia csatárt, meg egy francia kamot, és akkor ha azzal lőttetek gólt, akkor azt is elfogadta. Tehát elfogadta a, brazilnál is, meg elfogadta itt a francia heti feladatnál is, hogyha így adottatok meg, hogy 11 brazillal kezdtetek, és utána beraktatok három franciát, és azokkal lőttetek gólt, Hát, ja, 8 meccset akkor is le kell nyomni, vagy hát 8 meccsen akkor is kell szerezni Gólt francia szilver játékossal. Nekünk volt egy francia full csapatunk, amikor azzal mentem, mert jobban ment velük a játék, mint a brazilokkal. Úgyhogy ez se volt egy olyan nagyon húzos dolog, de összességében majd az utolsó videónál mondok valamit, srácok, erről az egészről. Egy 86-os Benárfát kapunk. Stamina 56, az tiszta nevetséges. Ötcsillagos skill moves, csinálni nagyon lehet vele, az fix. Medium low. Nem tudom, shot power 86. A dribbling nagyon jó a a 94-es. Azon kívül, hát gyors, de semmi kiemelkedő srácok. Agility 87. Nem is tudom, ez se egy olyan húda nagy kártya. De mivel majdnem, hogy ingyen van, úgyhogy... Szerezzétek meg, hogyha kell egy ilyen francia kam. gondolom az a flashback pályátnél biztos nem jobb, de ez viszont ingyen van. Pályát meg volt 100 ezer coin, vagy 250 ezer. Na, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot. Csipi voltam, szevasztok!